A munkahelyteremtés lehetőségei álltak a középpontjában annak a vitafórumnak, mely június 19-én a Megyeházen került megrendezésre. A fórumra a kormányzat, a tudományos és a civil élet főszereplői, különböző érdekképviseletek, valamint a kis- és középvállalati szektor képviselői látogattak el, hogy véleményt és tapasztalatot cseréljenek. Azért jöttünk Salgótarjánba, mert elmúlt évben a megye olyan rendkívüli aktivitást mutatott a kis- és középvállalatok fejlesztése vonatkozásában, ami arra ösztönzött bennünket, hogy ide jöjjünk. Hangsúlyozta Gulyás József a találkozó keretében megrendezett sajtótájékoztatón. A KKV-hez vezérigazgatója kiemelte, Nógrád megyében a kis- és középvállalkozások aránya még országos viszonylatban is meghatározó. Ezért is jelentenek a munkahelyteremtés szempontjából komoly lehetőséget a térség számára. Ennek érdekében azonban a KKV-szektor szereplőit komolyabb adókedvezményekkel kellene támogatni. Ha a gazdasági alapot megteremtjük, akkor tudunk majd igazán a társadalmi, az emberi jólét közérzet vonatkozásában is előre lépni. Fogalmazott Bablena Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke, aki azt is elmondta, a megye fejlesztési koncepciójában az elkövetkező időszakban még hangsúlyosabb szerepet kap a munkahelyteremtés, hiszen az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre, gazdaságélénkítésre használhatják föl. Erről is szó volt többek között a Vita Fórumon, ahol a megjelentek a pályázati és képzési lehetőségekről, az adózás és a finanszírozás kérdéseiről is tanácskoztak.